Jó estét kívánok, és Lendvai Ildikóval és Herényi Károllyal kezdünk. Jó Jó estét estét! kívánok. Jó estét! Nem tudunk és nem is szeretnénk mással kezdeni, mint hogy megemlékezünk arról, hogy ma kiderült, hogy 71 éves korában meghalt Baló György, Pulitzer és Prima Primissima díjas újságíró és szerkesztő. És az Indexen volt egy összeállítás az ő életéről, és onnan idézem azt, amit az RTL Klubnak adott interjújában 4 éve mondott. Ütőképes független közmédia nélkül nincs civil társadalom, ütőképes civil társadalom nélkül nincs független közmédia, és a kettő nélkül nincs igazi demokrácia. Ezt a hírt, és azt, ami mellett ő az egész munkásságát, amilyen vezérelv mellett véghez vitte, hogy tudjuk amellé rakni, amilyen ügyek kialakultak, botrányok március 15-e és a díjak körül, amit a médiában, ugye a jobb oldal azt mondja, hogy ők is azért alapítanak egyet, mert hogy a bal oldal is osztogatja a sajátját. Ez, amiről Baló György, és reményeim szerint azért sok újságíró hasonlóan gondolkodik, ez nem jöhet el? Nem jöhet egy ilyen új világ? Hát eljöhetne, de ahhoz már az egész rendszert kell változtatni, mert az, ami a médiával történt és történik, és az, ami a kitüntetésekkel történt és történik, az rendszer tünet, nem ok, hanem következmény. Szegény Baló György, mindnyájan gyászoljuk, sose felejtem el a vele való beszélgetéseken, te is biztos emlékszel, nagyon sokáig az volt az utolsó mondat, hogy kezet fogott az emberrel, és azt mondta, hogy jöjjön máskor is. És olyan rossz arra gondolni, hogy ő már nem jöhet máskor. Betegség vitte el, ezt tudjuk mindnyájan, de mégis az egész életművét az utolsó kényszerűen éjszakai műsorban töltött éveit tekintve, és azt mondanám, hogy ő volt a magyar közszolgálat megszűnésének mártírja. Az utolsó ilyen nagy bölény, aki még aktívan próbálta a közszolgálat szellemét életben tartani. A mondása igaz, és valóban összefügg Kukorelli Endre javaslatával. Én nem is vagyok ellene, hogy civilek társadalmi finanszírozásból... Bocsánat csak, hogyha esetleg lemaradtak volna a nézők, ugye Kukorelli Endre azt javasolja, hogy idézem őt, itt az idő, ne ógjunk, mogjunk, hagyjuk a siránkozást, ne várjunk tovább, és a Baumgarten díjat javasolja, hogy újra felélesztik civilek, és ő 1 millió forintot ajánlott, ugye fel. Igen. Ami egy aktuálisan jó reflexió arra a disznóságra, ami most történt a kitüntetéseknél, takarótól Döbrenteig az ilyen rendes, hát bocsánat, remélem nem perelnek be, vagy csak engem, és nem az ATV-t, de ilyen rendes kriptonácik kaptak kitüntetést, a szakmai zsűrik véleményére fütyültek általában, valaki le is mondott a kuratóriumról, és így tovább. Ez egy jó és érthető reakció, hogy akkor vegyük a saját kezünkbe a dolgot, mi társadalom, vagy mi civilek, de a hosszú távú megoldás mégiscsak az, hogy szíveskedjen olyan kormánynak jönni, amelyik a szakmai bírálóbizottságok testülete szerint adja a döntést, vagy adja a díjat, és nem politikai lojalitás szerint. Tehát most beszállok, még a gyűjtésbe is, de azért nem csak a tünetet kéne, nem csak a himlő kiütéseit bepúderezni és gyógyítani, hanem az alapbetegséget, ennek a kormánynak az ilyen működését megszüntetni. Hát Baló György ikon volt a magyar újságírásban, legalábbis a jelenkori újságírásban, és hát példa lehet minden fiatal újságírónak, hogy ezt a szakmát így kell, és így érdemes gyakorolni, tehát emlékét meg kell, szakmai és emberi emlékét őriznünk. A kitüntetésekről és a díjakról és az elhallgatásokról, szóval a magyar nép az életképes. Mert az igaz, hogy a kormánysajtó mindent elural, vagy el akar uralni, de azért van ATV, van klubrádió, rengeteg internetes portál, és ha megnézzük, sokkal nagyobb az olvasottsága, és panaszkodnak is a kormánypárti médiaszakértők, sokkal nagyobb az olvasottsága az ellenzéki beállítottságú, vagy ellenzéki attitűdű sajtóorgánumoknak, főleg az interneten, mint a kormánypártéknak. Tehát az egy dolog, hogy a kormánypárt nagyon erősnek gondolja magát, és mindent uralni akar. Egy másik dolog az, hogy túléltük a 40 évet, amíg itt voltak az oroszok, meg mindent túléltünk, és tudtunk akkor is úgy kommunikálni egymással, hogy félszavakból értettük egymást. Hát most újra ez a világ jött el, amit a Baumgartner díja kapcsolatban javaslat született az én barátom részéről, hát az életképességnek az igazi tanúbizonysága, hogy nincs olyan, hogy veszett helyzet van.
hanem olyan van, ahogy ezt Cucurelli Endre mondta, hogy akkor ne üljünk és ne bámuljunk egymásra szomorúan, hanem valamit tegyünk, és adjuk össze azt az 1 millió forintot, vagy 5 milliót, vagy egyébként az elképzelés szerint sokkal több pénzre lesz majd szükség, mert ha egy rendes díjat akarunk, egy olyan díjat, amit a szakma ad oda, és nem hozzá, nem értő, hát mindenféle pártemberek, akkor ennyi áldozatot kell hoznunk, mert ez megéri, ez na meg jó, de ez érni. A lövészárkokból való kilépést nem fogja tudni elősegíteni, mert akkor úgymond a másik oldalon megint azt fogják mondani, hogy jó, akkor itt van még egy díj, akkor majd ott is még egy alapítvány alapít még egy díjat, és akkor szépen ugyanúgy párhuzamosan mindenki elbeszél a másik lövészárokból mellett, annak kell kilépni, aki lő. Ez jelen esetben a kormány. Tehát addig, amíg ő csak egy oldalnak adja, addig kénytelen a társadalom, ahogy Karcsi mondja, vagy a közvéleménynek az a része kompenzálni. Az ideális megoldás nyilván egy lövészárok nélküli, az érdemnek járó kitüntetési rend. De hát erre nem várhatunk. Hát igen, de ilyenkor mindig azt mondja Orbán Viktor, hogy oké, de hát ezt kétharmaddal újra és újra megszavazzák az emberek ezt a gondolkodásmódot. Hát egy ilyen választási rendszert, amit ők hoztak létre, és hát most nem véletlenül az EBSZ lényegesen nagyobb erőkkel fog az európai parlamenti választásokra Magyarországra jönni, több delegáltat küld, mert hát látják, hogy a magyar rendszer lehet, hogy a magyar jognak megfelel, de roppant igazságtalan, etikátlan. Túlnyomó részt csak a kormánypropaganda érvényesül a kampányokba, és az emberek félre vannak vezetve, és meg vannak tévesztve. Tehát amíg ez van, addig mondhatja, de ez egy hosszú távon fenntarthatatlan rendszer. Tehát ez össze fog dőlni, ha az ellenzék semmit nem csinál, akkor is összedőlne, mert ezeknek a rendszereknek a sajátja az, hogy egy idő után elkezdik önmagukat pusztítani, és saját magukat pusztítják el. Az ellenzék azt mondja, hogy most meglátjuk a néppárt döntése kapcsán, ugye szerdán fog megtörténni, hogy sikerül továbbiakban is félrevezetni a néppártot a Fidesznek, vagy nem. És ugye mai friss hír volt az, hogy Manfred Weber és egy korábbi német szövetségi alkotmánybíró egy javaslatot tett le az asztalra, ami nagyon röviden arról szól, hogy az Unióban lenne majd egy sárgalap, ami, hogyha a jogállamiság sérülésének alapos gyanúja megállapítható, úgymond felmutatja az Unió, és onnantól jogállamisági eljárás indul, a piros lap a következő fokozat, akkor már az Európai Unió bírósága elé kerülne a tagország, ami szankciókat javasolhatna, és a lényeg az az, hogy a strukturális alapokból magyarán pénzt tartanának vissza, vagy kellene egy részét vagy az egészét visszatartani, hogyha az úgynevezett jogállamisági hitelképesség sérül. Egy ilyen konstrukció, ha sokára eljut odáig, hogy megvalósul, más működési módra bírhatná a kormányt? Valamelyes nyilván befolyásolja, hiszen a kormánynak szemlátomást egyetlen dolog fontos az Európai Unióból, hogy pénzt kapjon. Tehát ha valamivel ezzel lehet, hát nem alapvetően más magatartás, hanem nagyobb óvatosság felé terelni, ha a támogatásokat a jogállamisághoz kötik. Én tehát híve volnék, most nem csak magyar szempontból egy ilyen konstrukciónak, de icipicit a félsz munkában nem, hogy Webernek ez a nem egészen új gondolata, mert mások is mondták már, hogy kötni kéne, de mondjuk ez egy konkrét forma, hogy Webernek ez a gondolata talán egy kicsit menlevelet ad neki és társainak a szerdai, tehát a néppárti tárgyalásra, mondván, hogy hát majd az egész unióban csinálunk egy olyan konstrukciót, hogy ilyen disznóságokat ne lehessen csinálni, és akkor addig várjunk még. Világos, hogy itt ketten páva táncolnak, az egyik fél Orbán, a másik fél a néppárt vezetése. Hát ezt a döntést már nagyon régen meg kellett volna hozni, és Webernek és az Európai Néppárt vezetőinek azzal kell szembesülni, hogy el kell számolni a saját választópolgáraik adóeuróival. Hát azért előbb-utóbb az nem fog tetszeni Európa polgárainak, a közel félmilliárd Európai Uniós polgárnak, akiből legalább 400 millió adófizető, hogy az ő pénzükön gazdagodik itt az új magyar elit, Mészáros Lőrinctől kezdve Garancsi Istvánon keresztül a fene tudja az a szűk kör, hogy kikből áll. Hát ennek nyilván, hogy gátat kell szabni, arról nem is beszélve, hogy a fékek
erények és ellensúlyok rendszerének a lebontása, a demokrácia intézményrendszerének a szétrombolása, hát az egész Európát züleszteni fogja, és züleszti. Elég későn ébredtek rá, hogy ezt nem lehet így hagyni, tehát ez nem mehet a végtelenségig, tehát én azt gondolom, hogy ennek lesz hatása, és ahogy Ildikó is mondta, hát a Fidesznek az Európai Unió az egyetlen szempontból fontos a forrásai miatt, hogy mennyi pénzt kap. Ha ez a pénz el lesz a csap zárva, hát akkor bizony ők is elgondolkodnak, meg talán a magyar nép is elgondolkodik, hogy szüksége van-e ilyen vezetőkre, vagy pedig normális, tisztességes, becsületes embereket kéne az ország élére választani és állítani. Közben azt keresem, hogy a javaslatban minősített többségi döntés kellene mondjuk az EP vagy a tanács döntési mechanizmusában, és azért Orbán Viktornak vannak szövetségesei. Kérdés, hogyha ez még jobban kiéleződik, akkor mennyi lesz belőle? Hát azért a szargentini jelentés is megkapta azt a bizonyos minősített, a szavazó kétharmadára vonatkozó többséget, tehát nyilván az EP összetételét még nem látjuk, de ez azért Orbán Viktor mindenképpen egy ilyen típusú konstrukció bizonytalan helyzetbe hozná. Hát látjuk most is, hogy minden rosszra és a megúszásra egyformán be van már készítve a Fidesz kommunikáció, de egy biztos, már most, nem tudjuk mi a döntés, de már most Orbán azért kapott egy pofonkát. Lehet, hogy csak olyan kis játékosak, mint amit annak idején Junckertől kapott, a nézők is biztos emlékeznek, de még nem tudja, hogy hát ha komolyabb most ez a pofon, hát össze-vissza beszélteti az embereit, plakátot fölrakja, leszedi, azt hazudja, hogy mindig is le akarták szedni, közben a saját szájából hangzott el, hogy miért akartak volna helyette. Rogán azt mondja, hogy kitartanak a gondolatai mellett. Ő március 15-én azért szemétbeszédet mondott, de nem merte már kiejteni azoknak a nevét. A birodalom szó helyettesítette. Abból milyen következtetés lehet levonni, hogy ma Csuha Ildikó kolléganő megkérdezte őt a parlament folyosóján, hogy ott lesz le és mire készül, és azt mondta, hogy 20-a az majd szerdán lesz, az még nagyon messze van. Hát arra, hogy bizonytalan, de egyébként Orbánra az jellemző, hogy a gondolatait elég sokan követik Európában, szélsőségesek, de őt magát kevesen. Ha megnézzük a V4-eket, hát Lengyelország rengeteg kérdésben, például az oroszokhoz, Putyinhoz való viszonyban abszolút más állásponton van. A szlovákok szeretnének bekerülni abba a belső körbe az Európai Unión belül, ahova az euróval fizetők bekerülnek. Tehát valójában nincs... Hát mi nem erről beszélgetünk. Nincs szövetséges, tehát hiába reménykedik abba, hogy majd jön, nem ért el, ő az Európai Unió meghatározó figurája akart lenni, nem sikerült neki, és nem is fog. Tehát az Európai Unió vezetése, a pártjai, mindegyike kimondta, egy-két helyen várják őt szeretettel, nagyon kisebbségben lévő társaságok, Európa ellenes társaságok, de a nagy többség az úgy, ahogy van, elutasítja, tehát sikertelen ez a vállalkozása. Ne felejtsük el, hogy akik az ő reménybeli vagy tényleges szövetségesei, azok kevés kivétellel, mondjuk olasz kivétellel nincsenek kormányon. Következésképpen nincs emberük az Európai Bizottságban. Orbán, akinek tényleg a pénzosztás a legfontosabb, ebben itt nagy egyetértésre jutottunk, tehát nem számíthat potens, hatékony szövetségesekre, mondjuk egy költségvetési vitában. Hát igen, és az is egy jó kérdés, és erre még nem nagyon reagált a kormánypárti politikusok, hogy az uniós biztosi pozíciók elosztásánál, hogy rúghat ezek után Magyarország labdába valamilyen fajsúlyos pozíciónál. Még annyit a pontosítás kedvéért, hogy Gulyás Gergely délután már azt mondta, hogy Orbán Viktor egyébként elmegy szerdán a néppárti ülésre. Köszönöm szépen. Köszönjük.